Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu. Acer, BenQ. Igen, élő mi, csak a néha az adás lebonyolítónk nem szereti azt, hogy ezt így ki kell tenni neki. Köszöntök mindenkit, a Restartot látjátok szokás szerint hétköznaponként 5 és 6 óra között. Informatikai segítségnyújtás velem, Wendyvel itt a Fixen. Köszöntök tehát még egyszer mindenkit. Vannak elérhetőségeink, amik a képernyő alsó részén olvashatók, de természetesen, mint ahogy ezt én általában feladatomnak szoktam tekinteni, azért elmondom így a műsor elején, hogy mindenképpen csörögjetek 44-51-349, ha van valami kérdésetek, hozzászólásotok a műsorhoz, illetve főleg ebben a témában, akkor ezt ne fogjátok vissza magatokat, ne tartsátok magatokba, hanem mondjátok el nekünk. Kérdezzétek nyugodtan meg, ugyanígy meg lehet ezt tenni a Skype-on keresztül is, tv.fixhd a Skype-os címünk, oda be is jelentkezek gyorsan, ahogy ezt így a műsor elején mindig szoktam. Műsoron kívül már nem szoktam, bevallom őszintén, mert mostanában telefonbetyárkodás szokott lenni a Skype-on, és olyan lehetetlen időpontokba próbálnak az emberek. Én nem is tudom, hogy micsodát egész pontosan, tehát ilyen múltkor néztem, 32 embert számoltam meg egy konferenciába. Tehát, hogy egy 32 emberes konferencia beszélgetésbe akartak minket így bekapcsolni, teljesen adáson kívül egyébként. Ez mi? Tehát itt mit lehet ott csinálni? Tehát már én értem, hogy ugye összeintegrálták az MSN Messengerrel a Skype-ot, és most mindenki a Skype-ot, aki korábban MSN-ezett, az most a Skype-ot használja ugyanarra, és ott lehet ilyen szobákat létrehozni, és lehet egymással beszélgetni, de 32 ember mit tud egymással beszélgetni? Menjetek fel valami chatre, ott vannak egy jó pár százan, aztán, hogyha publikba akarjátok egymást, nem tudom, egymással trollkodni, akkor azt nyugodtan lehet ott most egy Skype-on keresztül, ne vicceljünk már. Ez teljesen másra való, pláne, hogy mit adásban is, ugye azért szoktuk csak a Skype-ot használni igazából, hogy ingyenesen fel lehessen bennünket hívni, vagy akár videótelefonálni is lehessen hozzánk. Nem igazán a csetelésre szeretnénk mi ezt kihegyezni. Jó, a csetelésre, illetve az üzenet küldésre, arra itt van a Facebook oldalunk, facebook.com/fixhd, valakinek közölni valója van, akkor az üzenő falunkra nyugodtan tegye meg, hogy leírja a kérdését, vagy hozzászólását. Ne a Skype-ot használjuk erre, jó? Na, az előbb el is mondtam már gyakorlatilag a Facebookot, tehát oda is várom a hozzászólásokat az üzenőfalra, és akkor egymásnak is lehet reagálni a hozzászólásaira, a posztokra, úgyhogy írjatok nyugodtan. Van egy saját Facebook oldalam is, facebook.com/wendyfix, ide is várom a hozzászólókat, illetve a lájkolókat. Tessék lájkolni minket, és akkor mindenféle érdekességet megtudhattok. Van egy weboldalunk www.fixhd.tv, itt az élőadást lehet nézni, van videótárunk is, ott vissza lehet nézni a műsorokat, és van még egy mobilos stream az m.fixhd.tv, ahol pedig a táblagép vagy okostelefon segítségével nézhető a televízió műsora. Jó? Na, hát kezdjük a fontos dolgokkal. Két fontos dolog is van. Az egyik az ugye a tegnap már említettük, a Java frissítés, amihez kijött a tegnapi nap folyamán egy eléggé durva frissítés, amely gyakorlatilag hát már több mint egy éve a Java, illetve JavaScriptek futtató környezetének a sebezhetőségét foltozza be. Ezzel kapcsolatban ugye a tegnapi hírben benne is volt, hogy ma fog kijönni egy még egy frissítés gyakorlatilag, ami még több mint, tehát ilyen 86 darab, nagyjából 86 darab javítást tartalmaz, úgyhogy érdemes mindenképpen telepíteni. 850 millió számítógép van veszélyben, csak így mondom. Tehát ugye annyian használnak Jávát, ugye itt a különböző weboldalak, meg egyéb dolgoknak, amelyik igényli, oda azt fel kell mindenképpen pakolni. Nagyon sok egyéb program is ugye Jáva futtató környezetet használ, és ezért van, hogy ennyi számítógépen elvileg ugye biztonsági rések vannak, ha valaki ezt nem frissíti. A biztonsági szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes komolyan venni a figyelmeztetést, és kikapcsolni, eltávolítani, vagy frissíteni a Java bővítményt. Nézzük, hogy hogyan kell. Az amerikai kormányzat is felhívta már a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a legtöbb számítógépen
természetesen a felhasználó tudta nélkül is akár megtalálható Java segédszoftver jelent. A Mashable most azt írja, potenciálisan 850 millió számítógépről van szó, amelyek fölött a hackerek átvehetik az irányítást a Java 7-es update 10-ben lévő hibát kihasználva. A Java böngésző bővítmény, ugye, mert hát, hogyha most böngésző bővítményről beszélünk, de van ennek egy egyéb úgymond futtató környezete is, ugye Java Environment, ezt így hívják, ha valaki esetleg külön tölti le. Tehát a Java böngésző bővítmény a Windows-os gépeken úgy lehet kikapcsolni, hogy a vezérlőpultban rá kell keresni a Java Control Panel kifejezésre, majd az ott előhívott panel security fülében ki kell venni a pipát az Enable Java Content in the Browser nevű ilyen menüpont alól, és le kell okézni az új beállítást. Tehát így gyakorlatilag ki lehet kapcsolni a Java támogatást a böngészőben, illetve nem engedjük a Java futtató környezetnek, hogy a böngésző alatt fusson, ergo a potenciálisan veszélyes weboldalakat megnyissa. Ez az átmeneti megoldás, mert ha lefrissíti az ember, akkor természetesen már nyugodtan futtathatja. OSX-es operációs rendszert használóknak a Java Applet Plugin.plugin nevű kifejezésre kell rákeresni a Finderben, majd törölni kell a hasonló néven megtalált 150 megás fájlt. Ugye ott egy fájlból fut, tehát Unix-os környezetben megszokhattuk, hogy úgymond bináris fájlként futnak általában az ilyen bővítmények is, tehát ilyen pluginként gyakorlatilag. Ha kitöröd a plugint, nem tud futni logikus módon, tehát ott nem kell kapcsolgatni ki be a dolgot, le kell törölni, azt köszönjük szépen. Megoldást jelent az Oracle által időközben kiadott frissítés telepítése is. A cég oldaláról letölthető új verzióban megemelték az alkalmazás futtatás biztonsági szintjét, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Java értesíti a felhasználókat a gyanús szoftver futtatásokról. Hát ha valakinek a böngészője be van kapcsolva alapból a magas biztonsági szint, akkor ez egyébként is megtörténik, ezt itt teszem hozzá. De most mindenképpen úgy fog futni, hogyha valaki ezt az új Javát telepíti, hogy mielőtt futtatnád, lefutna gyakorlatilag az a futtató környezet, tehát betöltődne a Java, megkérdezi, hogy az az adott program használhatja-e ezt a, tehát egyáltalán elindíthatja a Javát, tehát futtathatja a Java futtató környezetet, illetve igen, gyakorlatilag szoftver környezetet, hogy a böngészőn belül le tudjanak futni azok a scriptek, amire szükség van. Ezt mondjuk azoknak mondom, akik mondjuk csetelnek, vagy valami ilyesmit csinálnak, és mondjuk olyan a Java alapú csetet használnak, akkor ez mindenképpen célsz, hogy nem magától induljon el, mert az oké, hogy mondjuk egy adott oldalon magától elindul, mert abban meg lehet bízni, mert évek óta használod, és nincs vele gond, de mondjuk egy olyan oldalra tévedsz, ahol még nem jártál, és ott futna le egy ilyen jávás script gyakorlatilag, akkor ott nem biztos, hogy biztonságos ez, ezért meg fogja kérdezni a böngésző, és majd te eldöntöd, hogy igen, te most futtatni szeretnéd-e vagy sem. Oké? Okay? Úgyhogy onnantól kezdve a felhasználóra van bízva, mert aztán ettől függetlenül, ha azt mondod, hogy persze fusson, attól még simán betámadhatják a számítógépet. De úgyhogy erre mindenképpen tessék odafigyelni. Aztán egy másik hasonlóan potenciális veszély forrás miatt letölthető egy javítás az Internet Explorerekre. A Microsoft hétfőn soron kívül javítást adott ki egy böngészője korábbi kiadásában, még a múlt hónap végén azonosított sebezhetőségre, amely kihasználásával hackerek sikeresen törhettek be az érintett szoftvereket használó webező gépére. Az Internet Explorer 6-tól 8-asig terjedő kiadást érintő hibára Redmond ugye a január elején már kiadott gyorsjavítást, amely nehezítette a biztonsági rés kihasználását, azt véglegesen azonban csak most zárta le, már hogy ennek a foltnak a befoltozását, sérülékenységnek a befoltozását. A most megjelent javítást egyaránt felrakhatják azok a felhasználók is, akik már telepítették az utóbbi fixit patchet, valamint azok is, akik erre valamiért nem kerítettek sort. Ugyanakkor, mivel a végleges folt szükségtelenné teszi a gyorsjavítást, ezért a Microsoft utóbbi letelepítését javasolja a mostani javítás felrakását követően. Az új javítás egyébként a Microsoft oldaláról, illetve a Windows Update-en keresztül is letölthető. Ugyanakkor azoknak a webezőknek, akik a Windows 7-esen vagy 8-ason az Internet Explorer 9 vagy 10-es változatát futtatják, ott semmi dolguk nem lesz, hiszen az ő böngészőjük már eleve nem volt érintett
ebben a sebezhetőségben, így értelemszerűen javítani sincsen mit, tehát aki 9-es, 10-es Explorert használ, nekik erre nincs szükség, aki ne adj Isten régebbit használ, itt főleg ugye azokról a cégekről beszélek, akik mondjuk nagyon régi, vagy régen írt céges alkalmazásokat használnak, amik Internet Explorer 6-os, 7-es kompatibilisek mondjuk, és kénytelenek ezt a böngészőt használni, ha nem is netezésre, de mondjuk a belső rendszerük futtatására, azért ott sem árt, mert ha bármilyen okból kifolyólag mégiscsak interneten van az a gép, és ne adj Isten, valaki még netezik is róla, akkor könnyen ugyanúgy megsérülhet az operációs rendszere, már úgy értem, hogy betörhetnek akár rá, és akkor ez egy céges környezetben egy kicsikét komolyabb galibát is okozhat. Úgyhogy mindenképp tessék frissíteni, jó? Tehát aki régebbi rendszereket használ, régebbi Internet Explorert, az mindenképpen frissítsen, és az előbb elmondott Javára is mindenképpen tessék odafigyelni, hogyha valaki használja, már pedig valószínűleg mindenki, mint ahogy hallhatjátok, 850 millió potenciális felhasználója van a Java futtató környezetnek, mert hát elég sok weboldalhoz kell. Például a mi weboldalunkon is van ilyen, például egy kis hóesés, amivel most meg van fűszerezve a weboldalunk, az is például JavaScriptben fut, tehát már a sérülékenység ott is akár meg lehet, úgyhogy frissítsétek mindenképpen, jó? Mert nagyon sok oldal használja egyébként. Jó, na hát első körben ennyit a főbb fontos hírekről, még majd mondok természetesen, hogy érdemes figyelni a műsor, de én most gyorsan ránézek a Facebookra, hogy érkeztek-e hozzászólások. Itt van Dani velünk, azt mondja Dani, hogy szia Wendy, először is jobbulást, köszönöm szépen, egész jól vagyok egyébként a tegnapihoz képest, sokkal jobban vagyok. A probléma a következő, tesóm gépén szombat óta a Win logó töltő képernyő után megáll a gép, és se kurzor, se semmi nincs. F8-al előhúzom a menüt, ahol normál módú indítást választom, akkor ugyanott vagyok, vagy a legutolsó olyas konfigurációval történő indítást választom ki, akkor egyszer elindul rendesen, utána így is megáll a logó képernyő után, utána néztem, állítólag egy vírus okozza ezt, mindenképpen újra kéne húzni a gépet, vagy érdemes lenne egy rendszer visszaállítást megpróbálnom. F8-as menüből ezt szerencsére meg lehet oldani. Nálam ilyen gond nincsen, de még vírust is lekopogom, nagyon ritkán szedek össze, letöltés előtt és közben, időközben figyelmezted a vírus írtom, még mielőtt a vinyóra kerülne, tehát odafigyelek a karbantartásra, írja nekünk Dani. Ezt nagyon jól teszed, Dani, mindenképpen, tehát ha bármit töltögetsz le, ugye a böngészők is alapból meghívják a vírusírtót, ha olyan vírusírtód van, ami ugye képes az úgynevezett link követésre, akkor természetesen alapból egy adott weboldalt is minősít, hogy egyetlen érdemes-e megnyitni. Az ott lévő tartalmat, ha letöltöd, akkor mindenképpen vírus ellenőrzésen megy keresztül a tartalom, úgyhogy ez nagyon helyes. Hát az, hogy a Windows betöltő képernyőnél megáll, ez igazából valóban akár vírus is okozhatja, de sajnos ez ilyen hardware hiba, tehát vagy valamilyen driveres, valamelyik hardwarehez tartozó drivernek a betöltési hibája is okozhatja. Nem tudom, hogy van-e a gépébe a tesódnak valamilyen plusz, mit tudom én, webkamera, tunerkártya, ezekkel szokott általában egyébként gond lenni, hogyha gond van. Nem írtad, hogy milyen oprendszer, hogy ez Windowsnak melyik verziója, de hát igen, hogyha csökkentett módba indítod el, akkor, és ez volt a probléma, tehát mondjuk mit tudom én, kihúzod a webkamerát és elindul, vagy a tunerkártyát kiszeded, ha van benne, és akkor elindul, akkor ugye megoldódott a dolog, akkor annak a driverét kell lefrissíteni. Ha vírusról van szó, akkor igen, neccesebb egy kicsit a dolog, akkor mindenképpen vagy csökkentett módba, vagy valami úton módon, a csökkentett módot tudnám első körben javasolni, indítsd el a gépet, akkor ugye általában ezek a driverek ilyen alapmódba töltődnek be, tehát ha ebből kifolyólag van a gond, akkor beszokott töltődni az operációs rendszer, és akkor is futtatható vírusírtó. Sőt, érdemes egyébként az ilyen nagy vírusírtást, tehát amikor most végig szkenneljük a gépünket, mert olyan gyanú van, hogy vírus, és azt lehet, hogy érdemes egyébként alapból csökkentett módban végezni, ugyanis akkor a rendszerfájlokhoz is enged hozzáférést egyébként a számítógép, tehát ha a rendszerfájl sérült, akkor azt is a vírusírtó elvileg hozzá tud nyúlni, ugye, mert rendes futásban, tehát normál módú futtatásban nem minden esetben tud rendszerfájlhoz hozzányúlni a vírusírtó, mondjuk akkor a jobbak általában újraindítást kérnek, és még Windows betöltés előtt leellenőrzik a vírust, és utána már hozzá tudnak férni, de ha csökkentett módba indítod, akkor erre abból nincs is szükség, hanem meg tudja oldani. Tehát
Ennyit tudok javasolni, illetve hát nem tudom mondom, melyik Windows-t használ, de érdemes lenne a Defendert föltenni, vagy nem tudom, fönn van-e. Ugyanígy a Windows Security Live Essential-t is ki lehet próbálni, illetve érdemes használni. Én is lekopogom, hogy nekem nem nagyon vannak vírusaim, tehát én nem tudom, évek óta nem találkoztam, hogy nekem egy vírus miatt ne indult volna a gépem, vagy úgy egyáltalán vírus lett volna a számítógépem. Még ha néha olyan oldalakon is járt le az ember, ahol azért nem megbízható forrás, meg keresek valamit, vagy nem tudom, és akkor néha olyan oldalakon vagyok, hogy azért óvatosan kell rajta navigálni, akkor is szól egyébként nekem alapból a böngésző, hogy hát ez az oldal, ez kockázatos, ide ne lépj be, vagy valami. Ettől függetlenül, ha kell valami, belép az ember, csak vigyázzunk, ha onnan letöltünk valamit, akkor az nehogy vírusos legyen, de mondom, lekopogom. Nekem még nem sikerült így vírust összeszedni, úgyhogy reméljük nem is fog, és nektek is tényleg csak azt tudom üzenni, hogy tessék vírusírtót használni mindenképpen. Oké, Gábor itt ajánlott egy interjú alanyt, jól van Gábor, köszönjük szépen. Aztán Tamás, szia, a 2-3-5-ös külső merev lemeznél mi a helyzet, jó lesz az nekem vajon? Mire Tamás, tehát miért ne lenne jó? Nem értem a kérdést. Tehát, valószínűleg nem csinálták volna meg ezt a külső mobilrekeket, vagy nem árusítanák, ha nem lenne jó. Hát persze, hogy jó dolog. Ugye a hordozható Winchester az praktikus tud lenni, az ember sok adatot, meg nagy kiterjedésű adatot szállít, és mondjuk nem fér egy pendrive-ra, vagy ugye a pendrive alapból lassabb, tehát arra nehéz dolgozni, az tényleg maximum csak adat cipelésre van, de ha nagyobb fájlokkal dolgozom, akkor célszerű egy mobil vinyó. Hát 3-5-ös, 2-5-ös, ez már megint csak egy olyan, hogy mind a kettő elérhető, mind a kettő másra van igazából. A 3-5-ös talán egy picit gyorsabb tud lenni, hiszen az egy rendes HDD-t raksz be gyakorlatilag egy rekbe. Tehát ha az a HDD az mondjuk egy jó, gyors, normális vinyó, akkor gyakorlatilag sokkal gyorsabb, mint a 2-ös feles alapból ilyen egybe kapható kis vinyók. Ugye tegnap erről beszéltünk, ezt mondjuk pont kimaradt, hogy azért valószínűleg a nagy vinyók, most mondjuk így őket, azok gyorsabbak, mint a kisebbek alapból. Tehát ugye a laptop vinyók alapból lassabbak. 7000, vagy mi az 5002-es RPM sebességgel futna, míg mondjuk a nagyobb vinyóknál azért van 7002-es is, van amely 10.000-es, ugye, tehát ugye, és akkor azt teszed regbe, elvileg, ha mondjuk SATA 2, SATA 3, vagy USB 2, USB 3-as megoldással tudod csatolni a géphez, vagy eSATA, vagy FireWire, ugye sokféle csatlakozási mód lehet, akkor ki is tudod használni azt a sebességet, tehát jóval gyorsabb tud akár lenni, mint mondjuk a kisebb testvére. Jó. Jánossal folytatjuk, hello, van. Ja nem, bocsánat, János kérdés előtt, még Dani van itt, ha minden igaz velem a Skype-on. Szevasz, Dani! Szia, Vendi, hallott? Hát elég rosszul, megint. Tehát valamit neked, vegyél már egy mikrofon, Dani, könyörgök, 1000 forint sincs egy ilyen kis multimédiás mikrofon. Rendben, meg. Mert ez az állandó ilyen hangingadozás, na mondjad! A házi mozi szettemhez ugye külön lehetett kapni a DVD-hez az házi mozi szettet, uh-huh. És elvileg össze lehet kötni a TV-vel az RCA kábel, aminek a másik fele jackes. Na, én vettem mai napon egy ilyen RCA kábelt, összekötöttem a TV-vel, és nincsen hang egyáltalán. Na, de hogy kötöd össze? És gondolom bedugod, úgy kötöd össze, de hogy milyen bejáratok, kijáratokat használsz? Vagy... Igen, van rajta egy ilyen auxiális hangkimenet, én abba uh-huh. bedugom a TV-nek a két hangszórókábelét, és ugye maga fülhallgató részen ugye be kell dugni a jackes részt. És elvileg szólnia kéne, de nem szól semmi. Uh-huh. Hát, tehát akkor még egyszer csak, hogy értsem, az erősítőn van egy AUX, az valószínűleg egy bejárat lesz, ugye? Tehát, hogy rá tudják kötni bármit. A kettő csatlakozó, a jobb és a baloldali hangszóró. És a TV-nek a fülhallgató kimenetét kötöd ebbe bele? Igen, abba kell belekötni. Aha. Úgy írja a kézikönyv. Nem célszerű, mert hogy az egy erősített kijárat, ugye a fülhallgató kimenet, az általában egy előerősített kimenet, azt AUX-ra nem kötjük, mert az vonal, tehát végfokot lehet okozni vele az erősítőben, lehet, hogy azért nem engedi egyébként. Milyen kijárata van még a tévédnek? Van SCART, meg van ugye a...
Na, akkor Scarton vezest ki szépen, ha van üres Scartod, akkor elvileg akkor vegyél egy olyan Scart átalakítót, ami csinál ugye RCA-t a Scartból, és lehet változtatni, hogy bemenet vagy kimenetként legyen, átkapcsolt kimenetre, azt dugod be a Scartba, és azt, annak a két RCA-ját, ugye a sztereó jobb meg bal oldal, fehér meg piros általában az RCA, azt közd be az AUX-ba, és akkor szerintem lesz hang. Jó, a fülhallgató kijárat az nem mindig. Na, mert a fülhallgató kijárat az kétféleképpen működik. Vagy ugye az egy dolog, hogy előerősített, de általában a tévé sem biztos, hogy engedélyezi alapból. Ha engedélyezi, akkor úgy működik, mint a számítógépeknél is, tehát a laptopnál is, ha bedugod, akkor a saját hangszorúja elhallgat, és elvileg csak a másik kettőn kéne szólnia. Neked, ha bedugod, akkor továbbra is szól a tévén? A tévé nem szól egyáltalán semmi, és még a hangszórókon sem szól semmi. És az erősítőt az AUX-ra kapcsoltad biztosan? Igen, igen, automatikusan átáll az AUX-ra. Aha. Magától. Mert elvileg szólnia kéne akkor is, tehát ha a fülhallgató kimenetbe dugod, akkor is szólnia kéne. Mondom, nem szerencsés, maximum, hogyha nem olyan nagy hangerőn hallgatod, mert ugye az egy előerősített kimenet, de ettől függetlenül szólnia kéne, max egy picit torz lesz. De az, hogy egyáltalán nem szól, az érdekes, tehát annak ott szólnia kéne. Ugye, igen. Mert ha a tévébe tévé hangszórója szól, tehát nézel egy tévéadás, és szól a tévé hangszórója, bedugod a fülhallgató bejáratot, akkor elvileg a hangszórók kikapcsolnak, és a fülhallgatón kell szólni. Hát ezt próbált ki egy fülhallgatóval, hogy úgy működik-e. Tehát, hogy fülhallgatóval működik. Aha. Tehát akkor a kijáratnak is működnie kell, akkor az erősítőnek az AUX bemenete valamiért nem jó, nem tudom. Tehát ott lehet annak állítgatni a bemeneti jel szintjét? Valahogyan? Csak egy kikapcsoló gomb van itt a hátul, meg van rajta ez a hangsáv, ez a hangszintállítás is kész. Csak kézikönyv. Hogyha bedugom az aktuális csatlakozóba az RCA-t, akkor automatikusan átáll AUX-ra. Értem. Hát szerintem nem áll átok, az lesz a gond. Tehát ezt valahogy át kéne kapcsolnod, hogy biztos, hogy az AUX-on vegye a jelet. Tehát gondolom több állás van rajta, és akkor az AUX-ra kell valahogyan kapcsolni. Nem minél ez magától átállna, mert miért állna át, ugye? Tehát, ha a digitálisok még azt mondom, rendben, analógban nem fog átállni szerintem. Úgyhogy ez lesz akkor inkább a gond, de mondom, ettől függetlenül nem szerencsés a fülhallgató kijáratot használni erre, hanem jó lenne, hogyha mondjuk a Scarton vezetnéd ki a hangot. Jó, rendben. Oké? Okay? Na. Nincs mit. Köszi, Dani, hogy hívtál. Hello, hello. Nos, megyünk tovább. Vannak ám partnerjelöléseink, úgyhogy őket gyorsan. Robit, Zitust, Pétert, ARKM-et és DJ 60-it, őt is visszajelöltük, őket is. Úgyhogy most már ti is csöröghettek nyugodtan, ha esetlegesen kérdés van a Skype-on keresztül is hozzánk. Jó, ja, igen, ezek a felkérések. Mi ez? Azt mondja, hogy adáson kívül skype-olni, hát gyerekek, jó, hát ha lesz időm, majd skype-olunk adáson kívül, próbálkoz. Amikor be vagyok jelentkezve, és itt vagyok, és ilyenek, akkor majd elképzelhető, hogy felveszem, de ugye ezt az adáson kívüli, vagyis ezt a Skype címet, ezt ugye itt az adásban használjuk, tehát ez nem szokott mindig élni, csak amikor kell, akár ennél az adásnál, akár másiknál. A saját Skype címem az meg privát, úgyhogy nem tudom, kérdezz itt, vagy írd le e-mailbe, vagy valami, ha valami kérdés van, aztán, hogyha úgy van, és olyan dologról van szó, akkor majd beszélünk, jó? Csak. Nem, tényleg nem akarok rossz indulatú meg gonosz lenni, de nem tudok mindenkivel egyenként foglalkozni. Tényleg azért van ez a műsor, hogy itt a műsorban igyekszem segítséget adni, meg néha e-mailben is, ha írtok, és úgy van időm, akkor igyekszem rá válaszolni. Teszem, az annyi e-mailt kapok tényleg, hogy nehéz rá válaszolgatni, tehát nagyon sokat úgy értem, és nem mindig van rá időm. Jó, de hát minden nap van ez a műsor, ha kérdés van, ilyen jellegű kérdés, tehát informatikával kapcsolatban kértek segítséget, akkor nagyon szívesen segítek. Úgyhogy írjatok nyugodtan. Na, tehát akkor Jánosnál tartottunk. Hello, Wendy, van egy olyan problémám, az unokámnak a problémája igazából, hogy használja a gépet, ami egy laptop, és egyszer csak elsötétül a képernyő, megpróbálja újra bekapcsolni a gépet, de már nem sikerül. Elvitte szervizbe, ott azt mondták neki, hogy elment az operációs rendszer a gépről. Ez hogyan lehetséges, hogy egyik pillanatra a másikra eltűnik az operrendszer? A gépe 9 hónapos, tehát még újnak mondható, az operrendszer pedig Windows 7. Üdv, Jani! Hát Jani, előfordulhat, vagy valamilyen
hardveres hibából kifolyólag, tehát ugye a merevlemez esetleg sérült, megsérült valamelyik rendszerfájl, és nem tud betölteni ugye az operációs rendszer, ez előfordulhat, okozhatja vírus is, ugye pont a műsor elején volt róla szó, tehát ha valamelyik rendszerfájl támadja meg egy vírus, ne adj Isten, és sikerül is neki úgy megfertőzni, hogy olyan dolgot változtat rajta, ami esetlegesen képtelenné teszi utána a gépet, hogy betöltse az oprendszert, ez előfordulhat. Ugye általában a laptopokra rá szokták telepíteni az operációs rendszer telepítőjét, tehát egy rejtett partíción ott kéne lennie, illetve elképzelhet, hogy kaptál hozzá külön, vagy kapott hozzá az unokát külön egy telepítő lemezt, arról újra kell húzni akkor a gépet. Tehát a szervízbe ilyet mondanak, ez mondjuk elég furcsa, és akkor nem csinálnak vele semmit, tehát akkor húzzák újra, vagy valami. Tehát ha szerintük az a probléma, hogy elment róla az operációs rendszer. Tehát az, hogy elsötétül a képernyő, az meg ritka, mert az, hogy történik valami hiba a gépen, de a számítógép az éppen megy, és nem valami olyan kritikus hardveres hibáról van szó, ami esetlegesen lefagyassza, kék halál csinál, vagy kikapcsolja a számítógépet, akkor olyan nincs, hogy egyszer csak elsötétül a képernyő, és utána soha többet nem jön vissza az operációs rendszer. Tehát az oprendszernek hibája van, az általában betöltéskor szokott jelentkezni, és akkor is valamilyen hiba üzenet ír ki, hogy mit ezt a fájlt, meg azt a fájlt nem tudja betölteni, vagy akár az egész operációs rendszernek a loadere nem tud betöltődni, ilyen hibák szoktak általában lenni. Tehát az, hogy elsötétül a képernyő, ez furcsa hiba, mert nekem ez elsőre rögtön hardveres hibára utalna. Nem írtad, hogy azóta, ha újraindítod a gépet, vagy ilyesmi, azért van kép, mert ugye, amikor elindul a számítógép, még oprendszer nélkül is azért képnek kéne lenni. Ha nincs kép, akkor ott más gond van. Még olyan lehet, nem tudom, hozzákötötte esetleg az unokát tévéhez, másik monitorhoz, bármihez a számítógépet, mert még az lehet ugye, hogy automatikusan fölismeri, hogyha egy másik monitor rá van kötve, és lehet, hogy oda küldi a képet, és nem a saját beépített monitorára. Ezeket is le kéne még ellenőrizni. Ennyi. Igazából. Gergővel folytatjuk. Szia, Vendi, két kérdésem lenne. Fekvőházas gépem van, lehet még kapni mini PCI VGA kártyát, mivel a normál PCI belefér, de nem tudom rácsatlakoztatni a monitort, mivel pont eltakarja a ház. A másik kérdés, mi az a HTTP protokoll hiba? Köszi. Hát PCI-os videókártyát kapni, hát őszinte legyek, nem biztos, lehet, hogy lehet, de ugye azok manapság annyit tudnak a videókártyánk, olyan gyorsak már, hogy a PCI, a sima PCI az gyakorlatilag már nem elég nekik, tehát régebbi kártyákat biztos lehet kapni PCI-osat, de akkor azt lehet, hogy valami komputerbontóba kellene nézned, teszem hozzá valami régebbi egyszerű kártyát teszel bele, ugye azt meg nem nagyon tudod, tehát mire fogod használni, tehát az operációs rendszer videografikai gyorsításához is kevesek már, tehát ha csak nem XP-t használsz, vagy ilyesmi oprendszert, akkor ott még oké. De újabb oprendszernél már nem annyira oké, tehát egy Windows 7-nél, de már a Vista-nál, se a Windows 8-nál, meg aztán pláne nem elég, hogyha gyenge videókártyád van. Vannak egyébként PCI-osból még közepesnek számítók is, de nem tudom, hogy most úgy natúrba, egy boltba lehet-e kapni, bontóba biztos, de ritka. Na most az, hogy nem tudod rácsatlakoztatni a monitort, mert pont eltakarja a ház, ezt még nem is értem, tehát ha van PCI slot, mint úgy, akkor annak van hátul egy kijárata is. Tehát ha abba belecsatlakoztatsz egy videókártyát, annak hátul valahol ki kell jönnie, hogy rá tud dugni a monitort. Tehát olyan nincs, hogy eltakarja a ház, ha csak nem voltak kivágva a házon esetleg ott hátul a rekeszek, vagy el voltak, van, amikor eltakarják, ugye ne menjen bele a por, ha nincs használva, mert nincs benne kártya, akkor az ugye célszerűen nem megy bele a por. De azokat ki lehet törni onnan egyébként általában. Egy határozottabb erősebb mozdulata, egy kis, nem is kell feszegetni, de egy kicsit így megmozgatod, és le fog esni róla az a rész, és akkor be kell, hogy tudjál oda tenni egy kártyát. Ha olyan az elhelyezkedése a gépednek, de aztán persze lehet, hogyha nem pontosan belevaló az alaplap a házba, ugye, mert vannak különböző típusú házak vannak, akkor lehet, hogy pont olyan helyre csúszik már az alaplapodon annak a slotnak a helye, ami esetleg pont a házba már nem csinál kivezetést, de ez mondjuk azért furcsa. Lehet, hogy akkor egy másik házat kéne venned igazából. Tehát 5-6 ezer forint, aki már egész jó házakat lehet egyébként kapni, hogyha erről van szó.
Jó, a másik kérdés, hogy mi a HTTP protokoll hibát? Ugye a HTTP protokoll az ugye a hipertext protokoll, ami gyakorlatilag a webezéshez használják, tehát a böngészők nagy része ugye ezt a protokollt használja. Millió meg egy másik protokoll van még, de ez a szabvány gyakorlatilag ugye ez a HTTP, és hogy hiba, hát akkor az ezzel kapcsolatos hibákat jelentheti, tehát vagy a böngésző nem képes ezt a protokollt valamiért kezelni, valamilyen hiba folytán, vagy a szerver, amiről kéred le az adatokat, az nem elérhető valamiért, és az jelez esetleg HTTP protokoll hibát, nem tudom, így kimondottan ez, de létező dolog. Aztán Jancsó István írta még nekünk, még az előző adásból maradt hátra kérdése, hogy van egy laptop, aminek a hálózati tápja gyárilag 19 voltos, sajnos tönkre ment, kaptam egy 19 voltos, hogy 3600 mAh, és kaptál egy 19 voltos, nem, 6003-as, és 3006-osat kaptál, lehetséges, hogy így nem tudom teljesen feltölteni és használni az akut? Köszi, jó a műsor. Hát lehetséges, ugye ezt a múltkor is mondtuk már, vagy mondtam már, hogy nem egészséges nem gyári töltőt használni. Mert ugye ez nem csak egy töltő, illetve a töltő mellett ez gyakorlatilag ugye egy tápegység is, a számítógép tápegysége, ami fel van készítve arra, hogy tölteni is tudja az adott akkumulátort a töltő elektronikáján keresztül, ugye, ami meg a laptopban van beletéve. Tehát amellett, hogy a tápnak el kell látni a árammal a számítógépet, amellett a töltőelektronikát is működtetnie kell. Ha nem megfelelő ennek a teljesítménye, akkor könnyen elképzelhető, hogy a töltőelektronikát nem használja, vagy nem rendesen használja, és akár tönkre is teheti, vagy a másik igen az, amit te is itt írta, hogy elképzelhető, hogy az aksit nem tudja rendesen feltölteni. Tölti, de nem annyira, nem lesz annyira hatékony a töltése. Tehát mindenképpen olyan tápot kéne szerezned, ami ahhoz jár gyárilag. Tehát az ilyen utángyártott, ha utángyártott, az még önmagában nem gáz, de legalább az egyéb paraméterek stimmeljenek. Oké? És megbízható legyen azért az utángyártott megoldás is. De laptopoknál mondom, ez nem célszerű. Tehát ez majdnem, nem azt mondom, hogy a lelke, de félig meddig igen. Tehát nem célszerű más gyártótöltőjével, vagy ilyen no-name univerzális töltőkkel használni, mert nem tesz túl jót a gépnek, illetve az aksiának sem. Jó, megyünk tovább. Bocsánat, csak közben iszom egy kicsit, mert ki vagyok száradva, azt nézzétek el nekem. Jó. Jaj. Lengyel Laci az űrállomáson ma, na és mi fut a laptopon? Mi ez? Windows XP, igen. Hát ez mai kép, vagy mi ez? Mert nem tudom, aranyos, amit posztoltál, meg az egyébként önmagában nem gáz, hogy Windows XP-t használ még nagyon sokan Windows XP-t használ. Most eláruljunk nektek valamit? 1, 2, 3. 3 gépen mi is azt használunk igazából. 4 gépen mi is azt használunk. És tudjátok miért? Mert olyan célszoftvereket használunk, nem is célhardvert, de van, ahol a hardware miatt is, olyan célszoftvereket használunk, amik azon mennek. Tehát például az enkódolást biztosító számítógépünk, ami PC alapúra van nálunk megcsinálva, az például a jelenlegi rendszer, tehát ez a szoftver, amivel ezt csináljuk, ez nem fut Windows 7-en. Tehát ilyen DirectX-es megoldással egy digitalizáló kártyán keresztül, digitalizáló kártyán keresztül kódolódik a műsor, és az a digitalizáló kártyához sem driver szinten, sem a DirectX szinten nem lehet lekezelni ezt a hálózati adattovábbítást Windows 7 alatt, viszont XP alatt igen. Úgyhogy kénytelenek vagyunk XP-t használni. Az adás lebonyolító szerverünk Detto, ugye videó kijátszásra való, megint csak DirectX alapú, úgynevezett Graph-ban vannak összepakolva, tehát Graph alapon van megírva, DirectX alapon van megírva videó kijátszás. Ez sem működik Windows 7-en, rendesen működik, de vannak vele problémák, XP alatt stabilabb. Úgyhogy valószínűleg itt is erről van szó, hogy valószínűleg olyan szoftvereket használnak esetleg még az űrállomáson, amihez a Windows XP van normális futtatókörnyezet, azon stabil. Tehát ez egyáltalán nem probléma, ha csak erre van használva. Tehát ezeken a gépeken nem internetezünk, meg letöltögetünk, meg ezt, azt, meg amazt csinálunk, tehát nem kerül veszélybe. Ugye itt azért szokás az operációs rendszert frissíteni,
hogy a különböző biztonsági dolgok, az optimálisabb futás, az újabb szoftverek, amik mondjuk az újabb operációs rendszerekre vannak már optimalizálva, azok miatt kell magát az operációs rendszert is optimalizálni. Viszont ha egy szoftver pont, hogy a régihez van optimalizálva, akkor az ember úgymond kénytelen a régit használni. Ha csak arra használja, hogy célhardverként, akkor ezzel mondom, semmi gond nincsen. Úgyhogy ez, szerintem ez annyira nem meglepő, vagy nem probléma. Nagyon sok cégnél is ezt használnak még, tehát mint mondtam, nálunk is 4 gép is még azzal fut. Van, ami Linux-szal, van, ami Windows 7-tel, szóval van itt mindenféle. Jó, Branimir is itt van velünk, derék hallottunk rólad. Üdvözletem minden Fix HD nézőnek és minden stábtagnak. Neked is üdvözlet, Branimir. Utólag is boldog új évet. Hát jó rég volt, de azért köszönjük szépen. Neked is viszont kívánjuk. Aztán 6 éves gépről beszélünk Dani üzenetében. Egy magos 2.4-es CPU, 1,7 giga memória, 160-as HDD, 7600 GT és Nvidia videókártya, Windows 7 64 bites, 460 wattos tápróban szó. TV-tuner már ki van szedve, és a webkamera sincs rajta per pillanat. Ja, hogy leírtad itt a gépet konkrétan, ami miatt nem töltődik be, illetve mindig megáll a boot képernyőnél, vagyis a Windows betöltőjénél. Hát figyelj! Újra install, nem tudok mást mondani így hirtelen. Tehát ha nem tölt be az oprendszer, akkor nem tudsz mit csinálni, tehát akkor tessék újra húzni. Vagy tessék egy javítást nyomni rá, ugye a telepítéskor nem csak újra install lehet, hanem javítani is lehet. És ha olyan jellegű a hiba, akkor sikerül is kijavítani, akkor gyakorlatilag ugyanúgy használod tovább a oprendszert, mint korábban. Dani, megint egy Dani, oroszi Dani van itt velünk. Szia, Veni, nekem olyan furcsa ez az IT irányzat, hogy majd a táblagépek teljesen át fogják venni a hatalmat, a laptopok felett le fogják váltani őket. Persze van olyan szituáció, hogy kényelmes meg minden, de szerintem elég felesleges kütyű. Eléggé felesleges kütyű a mindennapi ember számára, legalábbis biztosan. Kicsit olyan divat termék lett belőle, kényelem és teljesítmény szempontjából nem fog egy laptophoz felérni. Persze megoldható, hogy helyette használjuk, de ezek olyan félmegoldások. Nem mindent kell megváltoztatni, amit egyszer már kitaláltak és bevált. Neked mi erről a véleményed? Bár lebetegedtem, így is nézem a műsort, nagyon jó, üdv Dani. Hát akkor jobbulást kívánok neked, Dani. Félig meddig egyetértek veled, van azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a számítógép mint úgy, az, ha azt nézzük, akkor miből is áll egy számítógép? Processzorból, memóriából, háttértárból, valamilyen megjelenítő kijáratból, ugye? Ez gyakorlatilag így lefedi a számítógépet. Az, hogy milyen monitor van rádugva, az már egy másodlagos kérdés. Milyen perifériával vezéled, egérbillentyűzet, érintőképernyő, az már megint csak egy másodlagos történet. Hogy egyéb milyen plusz perifériákat csatolsz hozzá, az megint egy dolog. A központi egység, tehát és most itt nem csak a CPU-ról beszélek, hanem mondjuk magáról a számítógépről, az meg olyan mindegy, hogy micsoda, nem? Tehát most az asztali gép is ugyanabból áll, mint a táblagép. A táblagépben is van processzor, memória, tehát ha így nézzük, tényleg számítógépekről beszélünk. Kényelem teljesítmény szempontjából meg valóban jelenleg arra használják egyébként a táblagépeket, főleg internetezésre, tehát inkább a netbookokat váltotta le, mint sem, hogy a laptopokat, mert a teljesítménye még nem akkora valóban, még nem tudnak, mert ha nagyon akarnának, tudnának egyébként már most nagyon gyors táblagépet csinálni, meg vannak is nagyon gyors táblagépek, de nem erre van kitalálva. Tehát ez tényleg a mobilitást használja ki, illetve az internetezésre alkalmas, tehát ez a, inkább ilyen webOS operációs rendszernek nevezném, például az Androidot és az iOS-t is, meg mindent, tehát ezek okos eszközök, nem feltétlenül számítógépek, tehát a célszoftverek, amik a számítógépen futnak, asztali környezetben, nehogy Isten ipari környezetben, ott természetesen marad a számítógép, de idővel annyira beépül az embereknek a... Tehát ennyi változás lesz, érintőképernyő, a kényelmesség szempontjából, úgyhogy igazából teljesen igaz, amit írtál, és ugyanezen a véleményen vagyok én is. Én azt gondolom, hogy rajta vagyunk ezen az úton, de még nem értünk el a végéig. És talán az IT irányzat, ha már így nevezed, az IT irányzatnak nincs is igazából vége, mert hogy ez egy irányzat, egy út. Tehát nem lesz olyan, hogy most ezt elértük, és akkor most itt megállt a tudomány. Nem. Ez mindig fejlődni fog, és most jelenleg e felé megyünk fejlődésben, úgyhogy szerintem ez nem olyan nagy gáz. Az meg csak jó, hogy
millió meg egyféle eszköz van, nem mindenki azt választ, amit akar, és mindenki, amelyik neki a szimpatikusabb, akinek elég egy táblagép, mert mondjuk mindent weben keresztül meg tud oldani, annak bőven elég, van, aki ezt okostelefonon is meg tudja tenni, aki meg mondjuk persze grafikusok, videóvágás, ilyesmi, mert az logikus, hogy ahhoz már valamilyen számítógép kell, de ott még egyébként a laptop sem túl kényelmes, ha csak nem ugye úgy használod, hogy bedokkolod, és van hozzá egy asztali környezeted, egy külső billentyűvel, egy egérrel, egy nagyobb monitorral, mert most itt van előttem ez a laptop, ezen azért videót vágni ugyan lehet, de kényelmetlen. Tehát touchpaddel ki van zárva, egeret lehet hozzá csatlakoztatni, billentyűzete van, de ugye a monitor a kicsi, ahhoz már azért egy nagyobb monitor kell, tehát, de lehet használni központi fejegységnek, hogy úgy mondjam, a laptopot, tehát hogy ő a számítógép, és egyéb perifériákat hozzá kapcsolva gyakorlatilag asztali gépet csinálsz belőle, és ugyanezt meg lehet csinálni egyébként a táblagépekkel is. Tehát a táblagépekkel is lehet kapni billentyűzetet, egeret, nagyobb monitorhoz is hozzá csatlakoztathatod akár, mert miért nem? Úgyhogy efelé megyünk, önmagában más, itt a mobilitás a lényeg, azért a laptopot ki kell nyitni, azért az öletbe teszed, vagy asztalon kell használni, hogy használni tud, míg a táblagépet meg tényleg hátradől az ember a fotelba, vagy bedől az ágyba, és onnan akár tudja használni rendesen, és könnyen magaddal vihető, mert hát picike. Úgyhogy ennek is megvan az előnye, ezt mindenki eldöntheti saját maga, ahogy ezt egyébként Ádám is írta, hogy szerintem csak attól függ, hogy mire használja az ember, teljesítmény meg már nem gond. Hát attól függ. Azért még az is lehet gond. Telefonunk van, halló! Halló, szia Vendi! Halló, parancsolj! Arról szeretnék érdeklődni, hogy van nekem egy viszonylag elég jó laptopom, és hogy többnyire arra szoktam használni, hogy nézek rajta filmet, ezt-azt, és amennyiben nem tetszik, letörlöm róla ezeket. Uh-huh. Na most ezzel rontom én akkumulátort, a Winchesteremet valamilyen szinten? Már hogy érted, hogy rontod? Hát, hogy egyre jobban észreveszem azt, hogy hiába kitörlök egy videót, nem teljesen adja vissza a HDD-hez ezt a helyet, aha, magát. Hogyha mondjuk letörlök mondjuk róla 3 gigányi filmet, uh-huh, akkor nem biztos, hogy hozzá fogja ezt nekem adni, hanem majd lehet, hogy a legközelebbi törlésnél. Nem, ez nem így van. Attól függ, hogy hogy törlöd, hogy véglegesen törlöd, vagy csak lomtárba teszed, ugye, mert van egy ilyen átmeneti... Véglegesen. Uh-huh. Hát akkor meg rögtön vissza kell neki adni azt a helyet. Elvileg, mert ugye hát akkor fizikálisan letörlöd onnan, tehát a logikai partícióba is úgy jelentkezik ez, hogy annak kihagyja a helyét, hogy ez mostantól üres, felhasználható terület. Tehát annak rögtön kellene, ha csak nem mondom, úgy megy a törlés, hogy lomtárba megy, és akkor a lomtár vagy időnként törlődik, vagy ha onnan törölsz, akkor kerül véglegesen törlésre. De ha ugye közvetlenül törölsz, shift-dellel, ugye úgy szokták a közvetlen törlést, akkor nem teszi lomtárba se, viszont akkor nem is lehet visszaállítani, hogyha ne agyisten olyat törölsz, ami esetleg kellene. De egyébként... Ha arra célzol, mert ugye az is lehet ebből a kérdésedből egy másik kérdés, hogy a vinyó használódik-e ettől, persze, a vinyó mindentől használódik, attól is, ha megy. Tehát az, hogy most törölsz rajta, milyen fájműveleteket végzel, hogy törölsz, másolsz, ezt, azt csinálsz, az tök mindegy már neki, használódik, logikus módon egy idő után le fog amortizálódni, vagy lelassul, még az is lehet, ugye a töredezettség miatt van, hogy nem szekvenciálisan vannak egymás után a fájlok, hanem össze-vissza, pláne ha törlés van, módosulás van, akkor ugye ezeket össze-vissza módosítgatja a fájrendszeren belül az operációs rendszer, és egy idő után töredezett lesz a Winchester, legalábbis ami logikailag illeti, ezt össze lehet pakolni, de nem sok értelme van, mert egy idő után megint csak szétszoródik úgyis, tehát ez ennyi gyakorlatilag. Értem, és még hagyd legyen egy olyan kérdésem, hogy nem használom hozzá az akkumulátort, hogy uh-huh, igazából ne nagyon használjam. De hiába, mert hogy mondták nekem azt, hogy azért érdemes így 2-3 havonta így beletenni egyszer, hogy használja a feszültséget, arról használni, de hiába nem használom, akkor is így a 5 óráról, így szépen fokozatosan így lement 1 órára a maximális feltöltésnél ez a készenléti idő, hogy az uh-huh, miért van? Hát azért, mert nem használod. Meg attól is függ, hogy mire használod a gépet. Mindenki, én nem javasolnám, hogy szedd ki, hagyd csak benne, ugyanis régi gép, vagy ez egy új gép? Hát figyelj, egy olyan egyéves gép. Aha, az már az újnak számít még viszonylag. Tehát mostanában az mondjuk azt jelenti, hogy 3-4-5 éve már bőven úgy gyártják ezeket a laptopokat, persze gyártófüggő is, hogy alapból úgy van tervezve az ő...
energiaellátása, hogy úgy mondjam, hogy az akkumulátor is bele van kalkulálva. Azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy még nagyobb kárt teszel bele, hogyha kiszeded az aksit, mint hogyha benne van. Ugyanis ha feltölti az aksit, akkor úgyis kikapcsolja a töltőelektronikát, semmi baja nem lesz ennek az aksinak, ha rá van dugva a töltő, és állandó úgymond töltés alatt van, mert nem tölti, addig tölti, ameddig azt tölteni kell, utána úgyis lekapcsolja. Viszont az aksinak meg folyamatosan nem árt, hogyha ugye föl van töltve, le van merítve, föl van töltve, le van merítve, mert ha nem használódik, akkor a benne lévő ugye akkumulátor savak meg cellák, azok gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, bekeményednek, és nem fog működni, nem lesz ilyen optimális utána kihasználása, és az könnyen eredményezhet ilyeneket, hogy mondjuk egy 5 órás, elvileg 5 órát kéne bírni az aksinak, de mivel csak néha-néha használod, ezért csak egyet-kettőt bír, mert nincs optimálisan ugye töltve, és nem olyan rugalmas a benne lévő anyag, hogy ez, tehát az állandóan töltés alatt kell lennie, hogy ez elnyerje a végleges rugalmasságát, hogy úgy mondjam. Értem, akkor ezzel igazából nem rontom, hogyha nem rontod, ez a régebb... eltöltődik, lemerül. Nem rontod. Mondom, gyártó függő, mert van, ahol ezt ajánlják, van, ahol azt. Régebbi gépeknél még azt mondták, hogy igen, szedd le, mert túltöltődhet, meg csak tönkreteszi. Én úgy gondolom, hogy ez mondom, egy pár éve ez nem lehet probléma, tehát hogyha ezt bármelyik gyártó nem így gyártja a gépét, az hülye, már bocsánat. Tehát ez már rég ki van így találva, hogy ez nem beszélve arról, hogy egyébként tök hasznos. Tehát nehogy is, ha van egy áramszünet vagy valami, akkor ugye rögtön kikapcsol a gépet. Igen. De így meg ha rajta van az aksi, akkor egyfajta szünetmentes tápként is ugye üzemel, és nem kapcsol le a gépet. Tehát igazából jó, az rajta van, nem kell azt leszedni. Értem. Jó? Csak azért is, és mondok még egy érvet, mert ha egy aksi, ha sokáig is van használva, tehát mondjuk néha használod is úgy, hogy nem tápról, hanem csak úgy aksiról a gépedet, akkor is, mit tudom, jó pár év azért, amíg úgymond tönkre megy. De ezeket vagy újra lehet cellázni, vagy veszel egy másikat, mit tudom én, 15-20 ezer forintba kell egy akkumulátor körülbelül, persze megint ez is csak márkafüggő, mert van, ahol azért drágább, de ha a laptopod megy tönkre mondjuk a töltőelektronikának a hibája miatt, azért, mert nincs rajta az aksi, és nagyobb teljesítményt juttat a gépbe, mint kellene, és ez mondjuk a többi alkatrészt terheli túl, akkor a laptop, ha tönkre megy, az egy kicsit drágább, mintha csak az aksit kéne cserélni szerintem. Úgyhogy igen. Én azt gondolom, hogy használd azt csak aksival nyugodtan. Értem, és még egy kérdésem, hogy legyen hozzád, hogy az ihetes processzorokról mi a véleményed igazából, hogy jók ezek, vagy érdemesebb egy i5-ös nagyobb teljesítményű, mert hogy ami nekem van, az igazából 2-2-es alap ez az optimális óra jelen megy, és elvileg 3,2-ig húzza magát. Uh-huh. Na már most néztem ilyen i5-ös processzorokat, amik ilyen 2-5-től mennek, és akkor ugyanúgy 3-3-ig. De elvileg akkor azoknak nagyobb lenne a teljesítménye, vagy ez nem így van? Nem így van. Azért nem így van, mert itt a magok száma is számít, ugye nem csak az órajel, és az i5-ös procik azok ugye gyakorlatilag 2 magosak még. Van belőle 4 magos, de gyakorlatilag az i7-es az jóval nagyobb teljesítményt nyújt. Hát tehát jóval gyorsabb. Igen, tehát cache-ben is van különbség, de az megint egy más cache, mert i7-esből is nagyon sokféle van. Tehát abból is van a régebbi széria még, ami még gyengébb, tehát annál lehet, hogy egy i5-ösből az újabb az erősebb, de azért az i7-es a leggyorsabb, illetve hát most a makapható kereskedelmi forgalomba így végfelhasználói célokra az i7-es processzorok azok, amik most a csúcsok. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp jobban jársz egy i7-essel, egy mai i7-essel, de mondjuk egy pár éves i7-es már lehet, hogy a régebbi szériából még már lehet, hogy gyengébb, mint az i5-ös. Tehát nem tudom, milyen egész pontosan a procit, mert mondom, sokféle i7-es van. Ez a 6270-es QM. Hát jó, ezt most így fejből. Neked figyelj, Intel oldalára fel kell menni, és van ilyen összehasonlító táblázat, ahol össze tudod hasonlítani a processzorokat, hogy melyik szériából, melyik modell az mivel tud többet a másiknál. Tehát lehet ilyen összehasonlító táblázatot csináltatni vele, és akkor ott meg tudod nézni, hogy egész pontosan ez hova kategorizálható be. Mondom, nagyon sokféle van, úgyhogy ezt most így fejből így számok alapján meg pláne ne várt tőlem, hogy tudjam, hogy ez most hova tartozik, de van ilyen táblázat, az intel.com-ra felmész, és ott meg lehet ezt nézni. Értem. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy hívtál. Hello, szia. Nos, és gyorsan még egy-két hírt a műsor végére. Na jó, előtte bekapcsoljuk Zitát, jó? Mert Zita is itt van velünk, ha minden igaz. Szevasz, Zita! Hello! Szia, Vendi! Hello, parancsolj! Nem tudom, hogy zavarlak, és már a Skype-on is leírtam neked. Na. Hogy mi a bajom?
Aha, de azért mondd el, ha már így bekapcsoltunk. Igen, a HDMI kapcsolómat, vagy a dugaszt, meg az asztali számítógépemet, ha bekapcsolom. Uh-huh. Zita, hagyd kérlek meg, hogy kapcsold ki a tévét, vagy halkítsd le, és a Skype-on keresztül is hallasz engem, úgy gyorsabb kicsit a kommunikáció, mert úgy hallom, hogy kicsit késve hallasz, és akkor úgy már kicsit jobban fogunk tudni kommunikálni. Na, hallasz a Skype-on keresztül is, ugye? Persze. Jó, igen. Na. Szóval az a problémám, hogyha össze van kapcsolva, akkor a hang az csak a számítógépemről jön. Ez uh-huh. így normális, mert én úgy gondoltam, hogy a hangnak akkor a tévén is kell jönni. A kép az előjön, csak uh-huh. a hang a számítógépemről jön. Jól gondolod, ugyanis hát be kell állítani. Videókártyádnál, amikor be kell menni a videókártya beállításaiba, és ott gyakorlatilag megtalálod a HDMI kiáratnak a konfigurálását gyakorlatilag, és ott be lehet kapcsolni, hogy hanggal együtt, vagy hang nélkül küldje ki. Ugyanis a HDMI az egy ilyen, tehát ott valóban át tudja küldeni a hangot is. Alapból elvileg át is küldi, de valamiért nálad ezek szerint pont, hogy nem, tehát nálad a hangkártyán marad. Ha átkapcsolod, tehát ott keres, nem tudom, milyen videókártyád van, Nvidia, Ati, melyik? Hát jó kérdés. Na hát akkor ezt majd nézd meg, és ha ugye az Ati, akkor az Ati Control Centerbe logikus módon, illetve a Catalyst Control Centerbe megtalálod, ha Nvidia, akkor meg az Nvidia Control Panelbe megtalálod az erre vonatkozó beállítást. És ott lesz, amikor a HDMI beállításoknál, hogy most hanggal vagy hang nélkül küldje ki. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Oké, nincs vit. Szia. Ja. Nos, és Dani is visszatért közénk. Na, hello Dani. Hello. Akkor Daninak nem tudom a mikrofonjával mi van. Én már nem tudok hozzászólni. Ja, hogy ő nem is a Dani, ahogy ő telefonbetyár Dani. Úgy látom, hogy már. Aha! Na jó, már ennyit a Skype-ról, úgy sincs már több időnk. Gyönyörű, tehát komolyan, már klónozzák magukat a kedves nézőink, ugye a telefonbetyárok leklónozzák a nézőinket, és teljesen azt hittem, hogy a Dani hívott, közben nem is a Dani hívott, csak a Dani fényképét valaki lekepcsörölte, az ő nevét használva. Jól van. Na, egy pár hírt még így a végére, jó? Mert van itt még az Angry Birds-zel kapcsolatos hír. Ugye gondolom, hogy mindenki ismeri, nem kell senkinek bemutatni, szinte mindenki Angry Birds játékos, még aki nem, az is. Ezt mondják a HVG cikkében. A fejlesztők által közzétett friss adatok szerint több mint 260 millióan játszanak az Angry Birds valamelyik verziójában. A Rovio kifejezetten aktív felhasználókról beszél a több mint negyedmilliárdnyi játékos megemlítése kapcsán. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mit értenek aktív játékos alatt, de a webben bevett standardek szerint valószínűsíthetjük, hogy azokat, akik az elmúlt egy hónapban legalább egyszer Angry Birds-öztek már. A meséből emlékeztet, az Angry Birds széria októberben 200 milliós táborral rendelkezett, ezúta viszont volt egy igen erős karácsonyi szezon is a játék életében. Ugye az Angry Birds Season verziója, de van belőle a Star Wars, a Sima, akkor a Rio, meg én nem is tudom, még biztos nagyon sokféle Angry Birds van. És akkor még a webes verziókról ne is beszéljünk, mert amikről az előbb beszéltem, azok még mobilosak ráadásul, de hát Angry Birds, tehát 260 millióan Angry Birds-eznek világszerte, azért az durva, nem? Tehát ez 10 emberből gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy hát majdnem, hogy egy. A világszerte. Úgyhogy ez azért elég jó. Tehát tényleg a legnépszerűbb játékról beszélünk, ha így nézzük a dolgot. Aztán kikapcsoltam a PC fórumot, pedig onnan akartam még valamit mondani. Méghozzá egész pontosan a Pirate Bay-jel kapcsolatban. A egyik leghíresebb, illetve legnépszerűbb torrent site-ról volt szó, amit ugye hát most már közel egy éve lekapcsoltak. És ezzel kapcsolatban már volt arról szó, hogy készül egy dokumentumfilm. Nos, elérhető és már megtekinthető a Pirate Bay-ről készült dokumentumfilm előzetese. Erről majd lehet, hogy mi is mindjárt háttérbe bejátszunk nektek, ha sikerül megtalálni. A készítők a YouTube-on elérhetővé tettek egy kicsit több mint másfél perces előzetest abból a hamarosan megjelenő dokumentumfilmből, amely a világ legismertebb fájlcserélő oldala,
a Pirate Bay alapítóinak és üzemeltetőinek életét mutatja be. A TPB AFK, azaz a The Pirate Bay Away from Keyboard, vagyis a The Pirate Bay távol a billentyűzettől című film. Gottfried Svartholm, Friedrich Ley és Peter Sound a lemez kiadók szervezetekkel folytatott jogi csatározására próbál majd fókuszálni, amelynek hátterét és alapját azonban persze maga a Torrent Site adja. A teljes méretben 82 perces dokumentumfilmet a készítők hamarosan egyébként ingyen letölthetővé fogják tenni, akik azonban szeretnék támogatni munkájukat, azok a DVD formában is hozzájuthatnak majd, mint egy 10-20 dolláros árért cserébe. Ezen kívül a törölt jelenetekhez további 5 dollárt lehet majd hozzájutni, tehát igazából ebből egy ilyen kis félig profitált, félig non-profit bizniszt próbálnak majd csinálni. Véletően egyébként majd úgy is felbukkan egyébként, ha már torrentről szól, a torrent oldalakon is, de hát mivel ingyenes tartalomról beszélünk valamilyen szinten, ezért gyakorlatilag na ezt a filmet majd le lehet torrentezni az internetről, úgyhogy lehet örülni. A film pontos kiadási időpontja nem ismert, az alkotók egyelőre csak annyit árultak el, hogy egy neves filmfesztiválon fogják azt bemutatni. Az előzetest egyébként a múlt hét végi közzététel óta 1,7 millióan tekintették már meg a YouTube-on. Ebből láthattok most éppen egy nagyon pici ízelítőt, így a műsor végére. Oké. Nos, hát ennyi fért a mai Restartba. Egy kis filmajánló is volt így a végén benne. Mindenképpen nézzetek holnap is, ugyanígy 5 órától jelentkezem, ugyanitt leszek, úgyhogy lehet újra írni a kérdéseket, hozzászólásokat, én várni fogom. Köszönöm szépen a figyelmet, jók lehetek, sziasztok! Együttműködő partnerünk proserver.hu Fényképes ajándéktárgyak.hu Acer. Hey,